Sziasztok! Korábban volt egy olyan videónk, amiben Budapesten ingyenes sportlehetőségeket mutattunk meg nektek, és már ott is mondtuk, hogy a sportos sorozatunknak lesz folytatása, és ez az a videó, ugyanis itt vagyunk az MTK-nak a vívó termében. És tudni kell, hogy még egyikünk sem vívott soha, talán így tévében láttunk pár, hogy hogyan kell elképzelni, hogyan kell nézni, de alapvetően soha nem próbáltuk még ki, és most meg fogjuk tanulni a vívás alapjait, úgyhogy szerintem ez nagyon izgalmas, ezt mindenképp tartsatok velünk. Igen, és aki megtanítja nekünk, azt pedig majd mindjárt bemutatjuk, nem más, mint egy Európa és világbajnok vívó, és ráadásul még mindig egyetemist a végére jár hozzá is. Igen. Úgyhogy eddig nagyon jó fej volt, de most mondom, hogy hol tűnt, úgyhogy majd mindjárt megszerezzük. Igen. Jó. Szóval itt van velünk Szatmári András, tulajdonképpen ő fog minket majd megpróbálni, megtanítani, vívni valamilyen szinten, úgyhogy csak annyit szeretném megkérdezni tőled, hogy mikor kezdted a vívást és miért tulajdonképpen? Hát igazából én már 18 éve, tehát 2000-nek az őszén mentem le először vívni, és édesapám vívott, úgyhogy nekem úgy mondom, hogy nem nagyon volt más választásom. Bátyámmal együtt itt le minket a vívóterembe, és igazából szerelem volt az első látása, úgyhogy tényleg ott ragadtam, és nyilván a nevelőedzőm is volt, aki nagyon megszeretette velem ezt az egész sportot, és azóta is adta, nagyon szerettem. Nagyon jó. Ezt beszéltük, és a BGR-re jár, te is a BGR-re jársz, megvan már a közös témánk, és azt beszélted, hogy melyik szakon vagy. Én a kereskedelmi marketing szakon vagyok. Egy tanrendem van szerencsére, azt mindig megkapom minden fél évben, úgyhogy az könnyíti a helyzetemet, de azért azt mondom, hogy nehéz, de próbálom minél jobban összeegyeztetni, és minél jobban abszolvált is valami. Főleg akkor neked nem kellett esélyre bejárni, nem? Mert nem, azt hál' Istennek. Én nem kaptam igazolást, hogy hál' Istennek, hál' Istennek azt abszolváltam. Igen, bementem a testi tanszék, és akkor mondtam, hogy igen, én egyes fotó vagyok, és nem azért nem megyek testnevelési órára, mert lógok, hogy kitaláltam valamit, hanem mert naponta kettőt edzek, és igen. Nem gondolom, hogy nekem szükségem lenne arra, hogy még bejárjak bármilyen órába, testnevelési kondira, vagy golfra, vagy nem is tudom, hogy be lehetne járni. Úgyhogy igen, azt nekem nem kell bejárnom. Hogy érzed magam? Nagyon felkészültem. Szerintem felhetsz. Tehetségesnek tartom mind a két lányt, úgyhogy nagyon szívesen várjuk a teremben, majd bármelyik időszakban van tényleg itt a teremben a hobbi vívás, vagy amatőr vívás oktatás, és hogyha gondoljátok, köszönjük. Kicsit jobban
vele értitek magatokat a vívás rejtelmeinek. Köszönjük szépen! Egyébként szeptember 20-án a Nemzetközi Egyetemi Napon találkozhattok vele, ugyanis kipróbáljátok a vívást, hogyha szeretnétek, vagy pedig vagy egymás ellen, vagy pedig tőle megtanulhatok pár alaplépést, ahogy mi most megtanultunk. És a leírásban találtok az eseményhez linket, hogyha esetleg több info is érdekel titeket. Igen. Tulajdonképpen ennyi. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy megnéztetek ezt a videót, köszönjük az oktatást. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon jó lehetőség volt. és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! Sziasztok.